A Turai Bóha kocsmában ülök, és velem szemben pedig itt ül Boda Gellért, az Agyva Banda vezetője. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Első kérdésem az lenne hozzád, hogy a Turai Bóha kocsma. Na de miért éppen a Turai Bóha kocsma? Hiszen ha jól tudom, akkor a ti zenekaratok életében ez egy fontos szerepet foglal el ez a helyszín. Így van, hát nem hiába vagyunk ezen a helyen, ugyanis a kocsmának a vezetője Kuti István, a mi nagybátyánk az én családom részéről, és minden hónap egyszer itt muzsikálunk. Értem, tehát rendszeresen megfordultok ezen a helyen ezek szerint akkor. Igen, rendszeresen. Te ugye az Agyva Banda vezetője vagy, de egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ugye hegedűn játszol. Mióta kezdtél el zenélni, és hogyan jött ez a dolog a te életedbe? Hát ez a dolog édesanyám részéről jött igazából, amikor elsős lettem 8 éves körül, akkor mondták, hogy meg kéne próbálni valami hangszert, hát ha van hozzá érzékünk. És végül is bevált, mert akkor elkezdtem ugyebár klasszikus hegedűt tanulni, és azóta, igazából azóta játszok hegedűn. Hogyan alakult az, hogy éppen te lettél a vezetője ennek a bandának? Hát ez úgy történt, a népzenei részében én később csöppentem bele, ugyanis 3 évet jártam klasszikus hegedűre, és utána elkezdtem népi brácsázni, és szépen sorba cserélődtek a tagok, ilyen-olyan okok miatt, és végül is úgy alakult a dolog, hogy akkor én lettem a hegedűs, és ez azóta is így van. Hogyan alakul a zenekar jelenlegi formációja, kik a tagok, akikkel együtt zenélsz? A jelenlegi formációba kezdeném a bőgővel, ő édestestvérem Boda Márton, a brácsánál Szabó András játszik, klarinéton Mucsinyi Dániel, cimbalomnál unokatestvérem Tóth Sebestyén, énekes hölgyünk Liska Veronika, és jó magam Boda Gellért. Megjelent az első lemezetek is. Milyen címmel, illetve tervezitek-e a folytatását ennek az első lemeznek? Tavaly épp ilyenkor jelent meg az első lemezünk, vagyis hogy ilyenkor, pontosabban ilyenkor volt a lemezbemutatónk, ugyanezen a rendezvényen, vagyis hogy koncerten belül. Hát a címe az, hogy ott annak a helye. Egészen pontosan így van, tehát ott annak a helye. Tervezzük a második lemezünket is, hogy kiadjuk. Még pontos koncepció nincs a dolognak, de úton van. Úton van, és ez ugye folyamatban lesz a 2012-es év során, de vajon emellett még milyen programjaitok lesznek? Vannak-e már felkéréseitek erre az évre? Hát persze vannak felkéréseink, most főleg a tánckíséretben és a táncházakban vagyunk otthon. Hát akadnak, szerencsére akadnak. Terveztek-e külföldi utakat is esetleg? Hát ez a tervezés, ez igazából nem rajtunk múlik. Nagyobb részt külföldre táncegyüttesekkel szoktunk járni, és amikor hívnak minket, akkor megyünk külföldre.
Te a zenekar vezetése mellett növendékeket is nevelsz, és oktatod a hegedűnek a fortéjait. Hogyan alakulnak ezek az oktatások? Mióta kezdted el ezt a dolgot? 14 éves koromban kezdtem a zeneoktatást Unger Balázzsal együtt, mégpedig Jászfényszarun. Ott indítottuk be ketten először ezt a népzeneoktatást. Azóta egy kisebb zenekar is kialakult a Horzbanda. Ezen kívül pedig még itthon tanítok a Turai Művházban. Milyen korú gyermekeket oktatsz? Hát igazából a hegedű alapjait adjuk át a gyerekeknek. 7-8-9 évesen kezdik nálunk a zenetanulást, és innentől egész végig már szerencsére van olyan növendékem is, aki Vászra középiskolába került el. Említetted a Horz Banda nevét. Mikortól működik ez a banda, és milyen formációból épül fel ez a zenekar? Hát ez a Horz Banda igazából 3 éve alakult, és azóta mondjuk úgy, hogy cserélődnek a tagok, és jönnek még hozzátok, tehát nem egy állandó zenekar, akik éppen olyan ügyesek lesznek a zenetanulás terén, hogy már zenekarban tudnak muzsikálni, akkor éppen belecsöppennek ebbe a zenekarba. Hát és ez a Horz Banda jelenleg. És veletek együtt őket is láthattuk ezen az újévi népzenei koncerten a közelmúltban, ha jól tudom. Így van. Mi az, amit ők előadtak? Most szatmári muzsikát játszottak, egész pontosan 2 csárdást és 1 frist. Alapvetően te nagyon-nagyon benne vagy ebben a zenei életben, de én arra is kíváncsi lennék, hogy a polgári foglalkozásodat tekintve milyen munkád van, vagy esetleg tanulsz-e még, hogyan telnek a hétköznapjaid a sok zenélés mellett? Igen, az a zenetanítás és a zenélés mellett járok Nyíregyházára, főiskolára, mégpedig énekzenetanár tanszakra. Valószínűleg nem véletlen, hogy pont ezt a pályát választottad. Mik a terveid, a további terveid a jövőre nézve? Hát zenélni igazából. Tehát konkrét tervem nincsen. A zenekart, tehát mind a 2 zenekart, ugye a Cimbali Bandben is muzsikálok, és az Agybabandában is, ezt vinni előre, és ismertetni a népzenét mindenkivel. Itt mellettem a Bóha Kocsma üzlet vezetője, Kuti István, alias Kis Bóha. Szeretettel köszöntöm, István. Hogy kérdezzem meg öntől, hogy ugye a Bóha Kocsma szolgáltatja a helyszínt ezeknek a folk estéknek itt a Folk Kocsma elnevezésű rendezvényeken. Hogyan támogatja az önök helye ezt a rendezvényt? Hát igazából a rendezvény támogat minket, tehetem hozzá, hál' Istennek. A gyerekek ötlete volt ez az Agybabanda, most már nem tudom pontosan 5 vagy 6. éve. A zenekar tagjaiból 3 és az unoka, öcsém, tehát rokoni kapcsolatban állunk, hogy próbáljuk meg, és hál' Istennek nagy sikere volt a kezdeményezésnek, és azóta is töretlenül tart. Az elején ez úgy történt, hogy minden
hónap utolsó péntekje volt az Agyva Banda buli. Azóta hál' Istennek nagyon felkapottak a gyerekek, tehát nem tudjuk ezt így rendszerezni, hanem előre ők szólnak, hogy most szabadok, akkor neten meg szóban meghirdetjük, és így történik a hirdetése, és jönnek a gyerekek, zenélnek, és a fiatalok pedig szeretettel fogadják, hál' Istennek. Milyen korosztály fordul meg ezeken a programokon itt önöknél? Hát a minden korosztály, tehát szét kell nézni, látható, vannak idősebbek, fiatalabbak. Hát a fiatalabbak kezdeményezése indul, de a szülők kedvet kaptak, és akkor látogatják a műsort, és szeretettel fogadják. Azt láttuk, hogy nagyon sokan táncra perdülnek, amikor itt megszólalnak a dallamok a zenekar sarkából, mert hogy ugye egy külön sarkot foglalnak el. De vajon vannak-e olyanok is, akik mondjuk énekelnek a háttérből, és már kívülről fújják a dalokat? Természetesen minden féle vendég előfordul, van, aki csak tapogatózik, és nincs benne ebbe a történetbe, és csak most érez rá. Vannak, akik profi néptáncosok, járnak ide a Gödöllői Néptánc Együttesből. Tehát mindenféle vendég megfordul, aki még nincs ebbe benne, az kedvet hozzá, aki meg benne van, az pedig jól érzi magát természetesen. István, ön személy szerint táncra szokott perdülni, amikor zajlanak ezek a jó hangulatú estek? Hát ez egy nehéz kérdés, mert 20 évig futballoztam, és egy tipikus botlábú ember vagyok, viszont imádom nézni őket, ahogyan táncolják az autentikus néptáncot. Nagyon szeretem, örömmel tönt el, én magam nem tudok táncolni, sajnos ezt szégyellem. Próbáltak a rokonok, a család, mert ők mindezt értik tanítani engemet, de én ehhez sajnos nagyon béna vagyok. Viszont megkönnyezem, amikor látom őket, ahogy kezelik a fiú, a lányt, ahogy táncolnak. Ez egy csodálatos dolog, a magyar néptánc, mindenkinek ajánlom, hogy tanulja, aki nem olyan ügyetlen, mint én. Én sajnos nem tudom táncolni. Nem csak népzenéket hallhatunk, hanem a néptánc is szorosan kötődik ehhez az eseményhez és ehhez a programsorozathoz, amit rendszeresen megrendezésre kerül. Ezért összefutottam Szokolik Szabolccsal, aki párjával együtt, Szokolik Melindával nemrég a Porta adásunk vendége volt, és elmeséltétek nekünk, hogy tervezitek Turán a néptáncoktatás felelevenítését. Hol tart ez a dolog? Mert úgy hallottam, hogy nagyon jól haladtok, és stabilan támogatjátok a már megalakult csoportot. Hát igen, január, illetve tavaly november elejétől már beindult a csoport. Jelenleg 25 fővel vagyunk és táncolunk, ennyit tudok mondani. Milyen rendszerességgel jön össze a ti csoportotok? Heti egy alkalommal, most vasárnap vagyunk 5 órától, de tervezzük, hogy kedden is megpróbáljuk ezt bővíteni. Hogyan oszlik meg a létszám a fiúk és lányok arányának tekintetében? Hát ez igazából nagyon rossz, mert körülbelül a 25 főből 15 lány és 10 fiú. Hát akkor még 5 fiúra legalább várunk, vagy még többre és még több lányra? Így van, pontosan legalább 30-al legyünk és fele-fele arányban. Tervezitek, hogy ellátogattok majd ide a táncházakra a csoporttal? Hát szerintem a csoportnak a javarésze az már itt van a táncházban mindig és rendszeres részvevő, úgyhogy igen. Nagyszerű, örülök, hogy ilyen jól alakul ez a terv, ami annó még csak terv volt, és most pedig már kézzelfogható, kivitelezett programmal nőtte ki magát. Sok sikert kívánok a továbbiakban is, és remélem, hogy a legközelebbi portaadásban pedig már a fellépéseitekről fogtok beszámolni nekünk. Köszönjük szépen, és legyen így.
Csiker Balázs nevét már számtalan összefüggésben hallhattuk a mai adás folyamán, és most abban a szerencsében volt részem, hogy ismételten sikerült belébotlanom életnagyságban is, de hát ez nem is meglepő, hiszen a Folkocsma estjén vagyunk itt a Bóha kocsmában. Balázs már konferált, zenél, folyamatosan növendékeket nevel, albumokat ad ki, és együtteseket alapít, és sorolhatnám. De ez a Folkocsma, ahol most itt vagyunk, ez is a te nevedhez köthető. Miért is, és hogyan? Hát mondhatni, hogy az én nevemhez is. Budapesten, hogy a 90-es évek végén nagyon nagy divat volt ez a folkkocsmázás. Ilyen romkocsmákba muzsikáltak fiatalok. És hát már nekem akkor volt ez a Zagyva Banda nevű formáció, ami a tanítványaimból alakult. És elég kézenfekvő volt a dolog, mert hogy a Gellért, aki most már a Cimbali Band hegedűse is, neki a nagybátyja, Kuti Pisti, más néven Bóha Pisti, hát ő a hely tulajdonosa, és összebeszéltünk, hogy nem lenne kedve egy ilyen folkocsmát beindítani havi rendszerességgel, és az első alkalommal hát körülbelül 20 ember volt, és a második alkalom az pedig egy hihetetlen jó sikerült dolog volt, mert 120-an lettek. És onnantól kezdve szájról szájra terjed a hír, hogy mikor lesz folkocsma, meg internetről internetre, e-mailről e-mailre terjed a hír, és hát így szerveződik ide a közönség, a mai ma esti közönség is nagyrészt mondhatni azt, hogy önszerveződő. A tanítványait közül már nagyon sok emberrel volt szerencsém beszélgetni, és többen is említették azt, hogy a te életedben és a zenéidben nagyon fontos a helyi vonatkozás. Miért tartod annyira fontosnak azt, hogy a Galga Mente, illetve Tura kifejezetten kiemelt helyet foglaljon el ezekben a formációkban, amik a te kezed alól kerülnek ki? Hát én azt mondom, hogy beszéltünk Turáról is, de akár az egész Galga Mentéről. Akár említhetjük nagy Galga Mentét, attól függ, hogy hogyan nézzük, hogy a néprajzilag melyik dolgot érintjük, de a lényeg az, hogy itt a Galga Mentén olyan emberek élnek, hogy nagyon-nagyon összetartóak, én úgy érzem. Tehát megint csak azzal tudok példálózni a ma esti koncerttel, hogy büszkék voltak a turaiak, a boldogiak, a jászfényszarújak, a Galga Héviziek, sorolhatnám még a Püspök Hatvaniakat, bárkit. Nagyon-nagyon sok helyről voltak ma itt a Galga Mentéről, és mindannyian büszkék voltak a saját kis zenekarukra, sőt, mondhatni, hogy mindenkit saját magukénak tekintettek, mert hát Galga Menti mindenki, és azt kell mondjam, hogy ilyen rendezvény Magyarországon máshol nincsen, ahol egy ilyen kis régión belül ennyi zenekar létezne, és működőképesen létezne. Tehát ez szerintem nagyon nagy dolog. We'll be right back.
azt hiszem, hogy az is nagyon nagy dolog, hogy te fiatal korod ellenére már hatalmas sikereket értél el, és ugye most is több mint 100 ember, sőt, talán több mint 200 ember tapsolt neked, amikor a Cimbali Band koncertezett. Milyen érzéssel tölt el ez téged, Balázs? Nagyon-nagyon pozitív érzés, mert mondhatni, hogy azok a zenék hangzottak el a mai estén, amiket szeretek. Hát szeretem az autentikus magyar népzenét, és hát szeretem a Cimbali Band muzsikáját, amit együtt csinálunk a zenekarral, és egy cimbalom alapú világzene. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, és ebben egy kicsit szabadabban lehet mozogni, mint a népzenében, de ugyanúgy a népzenének is megvan a maga sajátos varázsa. A te személyes életedről már nagyon sok mindent megtudhattak a kedves nézőink, az Ismeretlen ismerős, illetve a Porta című műsorainkból. Úgyhogy most egy olyan dolgot kérdeznék, hogy mi az a kedvenc élmény, amire így elsőre visszaemlékszel az életedben, a személyes zenei pályafutásodon, vagy akár a Cimbali Banddal kapcsolatban? Általában a legnagyobb élményem azok a, mondhatni, hogy adatközlőkkel, tehát régi öreg zenészekkel kapcsolatosak. Azok, hogy egyáltalán én még azok közé tartozom, hogy láthattam őket muzsikálni, beszélgethettem velük az életükről. Ez mind nagyon, nagyon fontos, és ebből tudok építkezni az oktatásba, a zenében. Ez azért nagyon sok erőt ad a továbbiakhoz. Sikerült elkapnom egy olyan információt, hogy hamarosan Japánba fogtak utazni. Milyen apropóból? Igen, még azért nem 1000%, de nagyon úgy néz ki, hogy meghívtak minket egy fesztiválra, egy világzenei fesztiválra, Hakodate-ba, ez Hokkaido szigetén van, északon fönt, és hát oda egy fesztiválon muzsikálunk 6 alkalommal is, úgyhogy nagyon nagy kihívás, az a zenekar életében az eddigi legnagyobb, azért 16 órás repülőút, meg még aztán Tokiótól utazunk majd föl, még elég sok időt, úgyhogy voltunk már messze, de azért ennyire messze még nem. Eddig legmesszebb Madridba voltunk, az csak 3000 kilométer, ez azért ennél jóval több lesz, és hát biztos, hogy nagyon kalandos lesz. Milyen időpontban várható ez a fesztivál? Június második hetében megyünk ide Japánba. Hogyan készültök rá? Hát készülünk külön, az biztos, mert mind a logisztika, tehát hogy a hangszerek hogy jutnak el, ez sem mindegy, úgyhogy készülnek a hangszertokok. Két lehetőség van, lehet, hogy Japánban kint kapok egy cimbalmot, ez lenne a jobbik lehetőség, és van egy másik lehetőség, hogy Tokban lesz kiszállítva a cimbalom. Ezzel már volt, hogy megjártam kint, Japánba pont ott törték össze egyszer a cimbalmat repülőn. Ezen kívül zeneileg is készülünk a dologra, nagyon. Biztos, hogy lesz valami kis meglepetés a japánoknak, tehát valami helyi dallam feldolgozása is várható, azért én úgy érzem mindenképpen, mert hogy Japánban is azért vannak cimbalom játékosok. Cimbalom és ezen kívül a helyi cimbalom fajta, azon is játszik több hölgy is például. Ez a fesztivál egyébként verseny is lesz egyben? Nem konkrétan verseny. A fesztivál keretén belül egy alkalommal segélykoncertet is adunk a fukushimai károsultak javára. Reméljük, hogy ez eredményes lesz, és hát ezen kívül lesz 5 olyan koncert, ami a fesztivál területén lesz, tehát egyelőre ennyit tudunk az eseményről. Milyen további terveitek vannak még a 2012-es év folyamán? Én azt tartom, hogy jó lenne ezt a színvonalat megtartani, amit eddig tudtunk nyújtani a közönségünknek. Picit gyarapodni minden irányban, zeneileg, erkölcsileg, és akkor egy jó év elé nézhetünk, úgy érzem. Fenn a csillag, fenn az ég, majd eszedbe jutok még. De már akkor késő lesz, mert a szívem másé lesz. Here we go.
Hogy a színvonal megtartásával nem lesz probléma, de azt kívánom, hogy az inkább szárnyaljon tovább, ahogyan eddig is láthattuk. És még egy kérdést szeretnék neked feltenni. Azt említetted az előbb, hogy lehet, hogy Japánban kinti cimbalmot fogsz majd kapni. Ezek szerint nincsen semmiféle kabala a saját cimbalmod részéről, ami miatt mondjuk ragaszkodnál hozzá? Hát azért mindig a saját hangszeren jó játszani, ez egyértelmű. De azért hát megvannak az ilyen esetek, amikor mondjuk egy ilyen, mondhatni, hogy egzotikus utazás, és hát akkor azt mondja az ember, hogy hát persze alárendeljük a dolgot, és inkább játszok egy kinti hangszeren. De nagyon érdekes például ezen, amiről meséltem az előbb, ez a tokiói út, akkor összetörték a saját cimbalmot, és az ottani légitársaság 2 óra alatt
szerzett egy magyar cimbalmot Tokióba. Tehát ez szerintem nagyon, nagyon nagy dolog. Örömmel látom, hogy nem csak a fiatalabb korosztály, hanem a kicsit idősebbek is képviseltetik magukat ezen a folkesten. Először vannak itt, vagy már régóta rendszeresen járnak? Sokszor vagyunk itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Én különben Turai vagyok, de Acsán lakom, és elhívtam a acsai zornyizott táncsoportot, hogy jöjjenek el ide, mert itt gyönyörű műsor van. És hogyan tetszik ez a műsor a hölgyeknek? Hát nagyon tetszik nekünk, mert mi nálunk is van egy kis alakuló zenekar, és azért jöttünk, hogy lássuk, hogy akik már több éve zenélnek, hogy azok hogy tudnak zenélni, és hogy a mi fiaink, akik ott integetnek, azok is megtanulják így a zenét. Csak az a baj, hogy ők már egy kicsit késő kezdték el. Ez sosem probléma, a nyomdokokba lehet lépni. Reméljük, hogy majd ők is így gyakorolnak, és fogják tudni majd. És a hölgyek táncoltak is már a ma este folyamán? Hogyne, persze, hogy táncoltunk. Így igaz. Nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy minden szuper. Tervezik, hogy legközelebb is ellátogatnak? Természetes, jövünk, hogyne, szívesen jövünk. Gyakran jártok ide a folkestekre a kocsmába? Én először vagyok, ők meg másodszor. Másodszor? És milyen volt az első alkalom? Nagyon jó volt az első alkalom. Tavaly voltunk januárban, tehát pont egy éve. Helyi lakosok vagytok egyébként? Nem. Acsáról jöttünk. És miért jöttetek el másodszor? Mert nagyon tetszett az első, másrészt mert azért valami közünk nekünk is van a népzenéhez, hiszen elvileg egy tánccsoport vagyunk, egy hagyományőrző néptánccsoport. Meg hát egy éve alakult egy zenekar, próbálunk mi is zenélni, hát még nem úgy, mint az Agyva Banda, de reméljük pár év múlva majd mi is hasonlóképpen tudjuk megszólaltatni a hangszereket. Ezek szerint azt is tervezitek, hogy itt a folkesteken majd felléptek az Agyva Banda kísérőjeként, vagy társaként? Amennyiben kapunk megkérést rá, nagyon szívesen, hogy ne. Forgatagában sikerült elkapnom Gólya Mártont is, aki 18 éves létére már az EMSE zenekar vezetője. Szia Marci! Örülök, hogy megtaláltalak, és arról szeretnélek kérdezni, hogy mikor csöppentél bele a zenevilágába, hogyan kezdtél el zenélni, hiszen ilyen fiatalon már nagyon szép eredményeket értél el. Tulajdonképpen édesapám nyomdokaiba léptem. Ő először citerán tanult zenélni fiatal korában, aztán amikor Unger Balázs turára került, akkor kezdett el cimbalmozni. És láttam, ott voltam, hallottam, ahogy az öregekkel muzsikálnak, és megtetszett, és tulajdonképpen így kezdtem el én is cimbalmozni.
Akkor ez tulajdonképpen egy családi hagyomány nálatok, mondhatjuk azt. Így van, így van. Hát a testvéreim is mind, négyen vagyunk testvérek, és mindenki muzsikál. Említetted Unger Balázs nevét, és az EMSE zenekar vezetője vagy. Ha jól tudom, akkor Unger Balázsnak nagyon nagy szerepe van ebben az EMSE zenekarban. Miért is? Ő volt a mi első tanítómesterünk, körülbelül 4 évig. Aztán elkerültünk ugye Vácra, ahol Balogh Kálmán, Blaskó Csaba és Bobár Zoltán, valamint Salamon Bea kezei alatt tanultunk. A testvéreid is ebben a bandában játszanak egyébként? Nem. Az én, tehát mi két ikerpár vagyunk. A nővérem, ő hegedül, ő a terc primás a zenekarban, vagy esetleg primás, mikor, hogy. Van két kis testvérem, ők is ikrek, ők is fiú, lány. Az egyik brácsázik, a másik nagybőgőzik. És így, tehát majd egy később egy családi zenekarba gondolkodunk, hogyha eljutunk odáig. Nagyszerű ötletnek tűnik, főleg, hogy különböző hangszereken játszotok. De miért éppen a címbalom mellett tetted le a voksodat? Ez fogott meg a legjobban. Nem tudom, ez egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog, mert láttam, hogy annyira domináns hangszer, és annyira kitölti a zenén belül az egész bandát, hogy anélkül nem is tudnék élni. Kik azok, akik azonban még emellett hozzájárulnak ehhez az összhatáshoz a bandában, és milyen hangszerekkel teszik ezt? Gólya Sára, ugye a testvérem, ő prímázik. Solymosi Máté, ő is prímázik az EMSE zenekarban, de amellett a cimbali bandben is muzsikál. Farkas Zsolt brácsás, ő a 100 tagúban szokott muzsikálni, a cimbali bandben, és természetesen hát ugye legfőképpen nálunk. Aztán ott van Nagy Norbert, mint nagybőgősként, kicsit vicces. Ő is végül, hát ővele szoktam még muzsikálni, van amikor nem ér el, mert hát már dolgozik. Aztán hát vagyok én még. Milyen tájegységeknek a zenéit dolgozzátok fel, illetve milyen zenei elemekből épül föl a ti repertoárotok, hogyha így mondhatjuk? A kedvencünk a galgamenti és az erdélyi. Tehát Vajdaszent Iványit inkább, Kalotaszeg, meg hát a, nyilván a saját tájegységünk zenéjét, amit nagyon őrzünk, próbálunk őrizni. Meg hát azon kívül egy teljesen más világokba is eljárkálunk néha-néha. Valamikor a jazz világában, valamikor a nótázások világában, mert hát ez is fontos végül is. Hogyha abban gondolkodunk, hogy megjelent már az első lemezetek, akkor milyen címmel jelent meg ez a lemez, illetve melyik a kedvenc dalod erről a lemezről? Szélnek szembe címmel jelent meg. Ennek van egy története. Minket igazából már annyira nem, nagyon csúnyán fogalmazok, futtattak, mint a többieket. És elkezdtünk egy olyan irányba elmenni, ami ellentmondott a népzenének is, de mégis vele együtt volt. Ezért lett Szélnek szembe címmel a CD-nk. Van egy Kartali nóta, az a kedvenc összeállításom, az nagyon jó, pörgős, dinamikus. Megjátszok rajta egy kávéházi zenét, nem tudom, ismered esetleg a Cirkusz Polkát. Mindenképpen meg kell, hogy hallgassam, és ha jól tudom, akkor egy saját szólólemezed is készül a közeljövőben. Így van, igyekszem. De azt is úgy szeretném megcsinálni, hogy az emberek azt érezzék, hogy ápolok mindenféle hagyományt, a klasszikustól elkezdve a nótákig, a népzenéig. Tehát, hogy érezzék, hogy fontos, mert kihalóban van, és csinálni kell. Mik a személyes terveid a jövőre nézve? Hát édesapámtól szeretném átvenni ő vállalkozását. Ez egy szerkezet, lakatosi vállalkozás, igen. Aztán szeretnék a Zeneművészeti Egyetemre menni. 3 éves ugye BA képzés, de majd egy master képzésre, és amíg belefér az időmbe, egy doktori. Sok sikert kívánok ezekhez, és még egy dolgot meg kell, hogy kérdezzek. A polgárjelentben te szerkezett lakatos tevékenységet végzel ezek szerint, viszont vezeted az EMSE zenekart. Az EMSE zenekar tekintetében milyen terveitek vannak a 2012-es évre? Hol láthatunk majd titeket fellépni? Hát ez fogós kérdés, megmondom őszintén. Valószínűleg ki fogunk utazni Ausztráliában, de ez még nagyon a jövő titka. Szervezés alatt van, Melbourne-be.
egy ilyen magyar fesztiválra, és hát ilyen különböző válokban fogunk fellépni, táncosokat fogunk kísérni több helyeken, például itt Turán most is 18-án.